Sziasztok, Rikári vloggal jelentkezem. Itt vagyok a győri rendező pályaudvar mellett, pontosabban annak a végében, és mögöttem két nagyon furcsa tartálykocsit lehet látni, két tulajdonképpen balesetes tartálykocsit, de ez a baleset, ez nem vonatbaleset volt, hanem a kocsik lefejtése közben tud ilyen bekövetkezni. Láthatjátok, hogy a tartályok teljesen be vannak horpadva, ez abban az esetben történik meg, amikor a lefejtés a tartálykocsiból a folyadék lefejtése nem szakszerűen történik. Ugye a lefejtést úgy végzik, hogy alul tömlőt csatlakoztatnak, és kiszivattyúzzák belőle a szállított anyagot. Ekkor viszont szivattyúzás közben, lefejtés közben a kocsi tetején lévő domfedelet ki kell nyitni, hogy a nyomás kiegyenlítődjön. Hát ezeknél a kocsiknál ez felejtődött el, és ugye a külső nyomás, illetve hát a nyomás különbség behorpasztotta a teherkocsit. Nagyon látványos, ahogy ez megtörténik. Van is fent a YouTube-on olyan videó, amiben ezt láthatjuk. Ha megtalálom, akkor bevágom nektek ide. Hát ezzel a kis érdekességgel szerettem volna ebben a Kurta Vlogban jelentkezni. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok! Csüssz!